Az első olyan bonyhádi futóatléta bontogatja szárnyait, akinek bizony lehet keresni valója nemzetközi porondon is 800 méteres síkfutásban. Ezt erősítette meg a svédországi U20-as junior Európa-bajnokság, amelyen a bonyhádiak középtávfutója Varga Lőrinc nem csupán a döntőbe jutott, ez volt egyébként az elvárás, hanem remek versenyzéssel ráfutva a 800 méter végén a harmadik angol fiúra, a mezőny többi tagját meggyőzően maga mögé utasítva, negyedik lett élete második világversenyen. Ez a magyar atlétika számára is egy kitűnő eredmény, Tolna megyében pedig az elmúlt másfél évtized legjobb eredményének egyike. Mondhatni, benne volt a Lóczi becenévre hallgató futóban ez az eredmény, révén, hogy többször is futott olyan remek, 1 perc 50 másodperc alatti időket is, amivel hosszabb ideig az Európa ranglistán az első 5, illetve az első 3 között is volt. Már az előfutamban, a svéd EB-n kötelező volt kiemelkedőt futnia, hiszen középfutam hiányában innét kellett az első 2 hely valamelyikén végezni, vagy harmadikként olyan időt elérni, ami döntőt ér. Sikerült neki. Váratlan dologra is kellett reagálnia. Amikor a cseh fiú kiállt 200 és 250 között valahol, ugye ott nem volt más választás, ott a kis kúval ugye az idővel tovább lehetett jutni, ezért arra kellett hajtanunk, ez volt a megbeszélt taktika, de ezt tudni kell, hogy ez alapvetően sokkal nehezebb saját magának diktálni az iramot. Mondta, jó, akkor nincs más hátra, mint előre, és egy 52-7-es 400-at oda nyomott elsőre, és azt vitte végig. Ott azt tudtuk, hogy a brit fiú az meg fog bennünket előzni. 400-addal a szlovén fiú is Lőrinc előtt jött be, de olyan idővel lett harmadik, ami a többi előfutamot is beleszámítva a harmadik legjobb időeredmény volt az övé. Optimistán vártuk ezek után a döntőt, ami egészen más versenyt hozott, nem időeredmény, hanem a dobogóra kerülés, a végső helyezés volt mindenki számára fontos. Az első 400 kocogásnak tűnt a nagy sebességű másodikhoz képest. 2 éve gyakorlatilag erre a taktikára készülünk, hogy az utolsó 400 méteren több ritmusváltást meg tudjunk ejteni. Ugye ezt egyedül tudtuk gyakorolni itthon alapvetően, de nem ilyen helyzetben, hogy többen voltunk ott a pályán. A bonyhádi középtávfutó fokozatosan lépett el a többiektől, közel volt már a harmadik helyzet brithez. Úgy érzi, van egy megnyert negyedik helye, mintsem egy elvesztett harmadik, amit többektől is hallott. Nem érzem azt, hogy a Finley McLear az veszélyeztetve lett volna általam, tehát hogy az ő harmadik helye az biztos volt. Szerintem ennek abban volt lényege, hogy még az utolsó 50 méteren le tudtam rázni egy hátulról érkező támadást, és ezzel a negyedik helyet sikerült megszerezni. Arra kellett felkészülni, hogy egy lassú, kocogós tempói futásból a második körnek a kanyarjába, olyan 500 méternél valami fog történni. Valaki meglódul, és meglódul a mezőny, ez történt most is. Az egyik brit kinyomta az orosz oldalra, a másik brit ment elől, beállt mellé, a harmadik belépett mögéjük, és már 2 lépéssel is mentek. A Lóczi reagált rájuk, csak éppen pont egy olyan szerencsétlen szituációban volt, be volt zárva. És mire onnan kilépett a kanyar végén, 500 méternél, akkor ezek már egy 2-3 lépéssel előbb voltak. Most egészen a célegyenesig nem nagyon változott ez a távolság, ott a vizes árokig maradt, de ott a britek még rá tudtak tenni a véggyorsaságban annyit, hogy hát maga biztosan nyerték. Fontos megjegyezni, Varga Lőrinc előrelépett abban is, amiben tavaly a VB-n még rutintalan zöldfülűnek számított. A versenyzés közbeni sokszor lögdösődéses kiszorítód is. Még egyszer. Fontos megjegyezni, Varga Lőrinc előrelépett abban is, amiben tavaly a VB-n még rutintalan zöldfülűnek számított. A versenyzés közbeni sokszor lögdösődéses kiszorítód is pozíciókeresésben, amit meg kell tanulni nemzetközi szinten. Történtek lögdösödések, de ezt meg kell tanulni kezelni. Ez ugye egy probléma most a mai magyar középtávfutásban alapvetően, hogy sajnos nincsen olyan támogatott lehetőségünk, ahol ilyen versenyszituációkba kerülnénk. Tehát szerintem ez egy fontos része lenne a mostani jövőbeli felkészülésünknek, hogy ezt valahogyan ebben valahol támogatókra és támogatásra lejjünk. Tavalyhoz képest sokat fejlődtünk, megtanultunk lögdösödni, birkózni a pályán, mese nincsen.
ami nekünk nehéz ezeken a versenyeken, hogy Magyarországon nem nagyon van ellenfele. A korosztályban egyáltalán nincsen, és felnőttekkel is csak ritkán tudunk futni. A Vindics Balázs van most, aki a kicsit jobb, mint mi. Tehát nincs ez a fajta taktikai verseny, mint ami most itt volt. Mi azzal a céllal futottuk a döntőt, hogy a negyediktől a hatodik hely az teljesen reális. Ez az, amit hozni kell, és én nagyon-nagyon örülök neki, meg örültünk, ő is örült, én is mind a ketten, hogy sikerült ezt megvalósítani, és egy gyönyörű Európa-bajnoki negyedik helyet szereztünk. Óriási dolog.